alapfeladatokon túl kiegészítő feladatokat is ellátnak. Ilyenek lehetnek. Közreműködés, katasztrófavédelmi, polgárvédelmi tevékenységek szervezésében, végzésében. Fogyatékos személyek védelmében. Bűnmegelőzési feladatok ellátásában. Körözési tevékenységben. Holttestek azonosításában, hogy néhányat emeljek ki a kiegészítő feladatok köréből. Tóth Ferenc alezredes, a püspökladányi rendőrkapitányság vezetője a napokban a városunkban és a környező településeken működő polgárőr egyesületek tagjai számára tartott tájékoztató előadást a Művelődési Ház színház termében. Kapitány úr a polgárőrség működését érintő jogszabályváltozásokról beszélt a megjelenteknek, valamint biztosítani szerette volna a polgárőröket a rendőrséggel való további kölcsönös együttműködésről. Azért kértem ezt a találkozót, mert úgy érzem, hogy új rendőrkapitányként, új fiúként be kell mutatkozzam a társszervezeteknél, és nem utolsó sorban a polgárőrségnél is. És most van egy ragyogó alkalom erre, hiszen új polgárőr törvény lépett hatályba, és erről szeretnék előadást tartani, illetve egy beszélgetést kezdeményezni városunk polgárőreivel. Gyakorlatilag minden területen bevonjuk a polgárőröket, legyen az a magántulajdon védelme, legyen az az iskolák előtti területek közlekedés biztonsága, különböző események, rendezvényeknek a beléptetésében, a rendezvényeknek a rendjének a fenntartásában, tehát teljes széles a skála. Az új szabályozás szerint polgárőr csak 18. életévét betöltött büntetlen előéletű személy lehet, aki önként vállalja az ezzel járó feladatokat. Püspökladányban 26-an vállalkoztak erre a feladatra, munkájuk során hétköznaponként 4-5-en járják a város utcáit, hétvégén pedig akár 30-40-en is összegyűlnek a rendőrséggel közös akciókon. A mezőőrök, a polgárőrök, rendőrség, a vadásztársaság az emberei, akik elég egybe dolgozunk hétvégeken, és egy új jogszabályot, hogy most már kimetünk a nagy kertek, gyümölcsösök, akkor ha kijebb megyünk, mondjuk majd kukorica, múza, meg ilyen területeket is fogjuk vigyelni a jövőbe. Ez még most van összejövőbe, most voltunk a polgármesteri hivatalán itt találkozón, és ott a lakosság, meg a kert gazdák nem tudtak úgy megegyezni. Remélem a jövőben, hogyha összejön, akkor megegyeznek, és akkor mink vállaljuk, hogy amikor kell, megyünk, körüljárjuk. Szintén szép számú polgárőr létszámmal büszkélkedhet Sárét udvari is. A községben 31-en teljesítenek szolgálatot, a hétköznapi munkájuk elvégzése után felöltik magukra a polgárőr egyenruhát, és figyelik az utcákon járkáló és az autóval közlekedő gyanús egyéneket. Együtt próbálkozunk rendőrséggel, lakossággal, tehát elég jól együttműködnek a lakosok, ismernek bennünket, mert onnan származunk szinte majdnem minden, és sőt, sokan el is várják, hogy járkáljunk, mert ugye a bűnözés, a idegen kocsik, idegen emberek, amennyiben látják a polgári kocsit, már mindenki figyel, hogy ott vagyunk, járőzünk nappal, éjszaka, és ebből kifolyólag ugye valamilyen szinten a lakosság el is várja, és a működésünk mellett még a nagyobb rendezvényeken, ami Sárétudvariban igen komoly falunapi rendezvény, kétnapos, illetve különböző polgármesteri hivatal által szervezett rendezvényeken és más hasonló rendezvényeken részt veszünk, ott vagyunk minden olyan helyen, ahol szükség van ránk. A polgárőrök feladataik ellátása során a bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, felderítése, megszakítása a legfontosabb cél, azonban szükség szerint szerteágazó tevékenységet végezhetnek még. Főleg az a feladatunk nekünk a megelőzés, ami egy olyan dolog, aztán hozzánk tartozik még hosszú át szociális otthon. Na, ott már volt több olyan dolog, hogy idősek, elcsámbarognak, elmennek, és akkor éjszaka megleltünk. Az, ami egy nagyon nagy rendőrséggel együtt, ami egy igenis sikerélmény volt, hogy egy idős embert, vagy idős asszonyt
betegek ezek a személyek. Hát rászorulnak a segítségre is, és megleltük őket. Na most évekkel ezelőtt volt olyan, hogy tyúktól el lett fogva. Ez is, hogy mondjam, nagyon jó érzi a csapat magát, hogy elfogott valakit. Ezek sikerélmények. Az önként vállalt feladat során szoros együttműködés folyik a hivatalos szervekkel. Ez azt jelenti, hogy a járőr akciók alkalmával a rendőrök mindig tudják, hogy milyen útvonalon haladnak a polgárőrök. Az ügyeletre be kell, hogy jelentkezzünk minden alkalommal. Ekkor megkapjuk azokat az instrukciókat, amik segítségek lehetnek a polgárőreink számára, valamint mi is tőlünk is telefonszámot kérnek a rendőrök, és ezen a telefonszámon értesítenek bennünket, hogyha valami bejelentés történik. Azon kívül rengeteg az ilyen megbeszélés, az előző kapitány úr is, és most az új kapitány úr is hívott már bennünket, hogy megismertessen bennünket az ő elvárásával. Erre most kapás volt ez a 2011 évi 165. törvény, ami ránk vonatkozik, szigorú, de kellett egy ilyen törvény, ami a polgárőrség dolgait rendbe rakja. A polgárőröknek a bűnmegelőzési munkájukat szigorú jogszabályok figyelembevételével kell végezni. A tettenért elkövetőt például vissza kell tartani, és át kell adniuk a rendőröknek. Önök egy nagyon tisztességes feladatra vállalkoznak, azonban hatósági jogkörrel nem rendelkeznek. Van jogkörük, mégpedig az, hogy a bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tettenért személyt visszatarthatják, elfoghatják, a személyes szabadságában korlátozhatják, de csak addig az ideig, amíg a rendőrségnek át nem hagyják. És ez az átadási kötelezettség úgy fogalmaz a törvény, hogy haladéktalan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az intézkedés lezajlott, megnyugodtak a kedélyek, akkor haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A törvény megadja a lehetőséget az együttműködésre a katasztrófa védelmi szervekkel, rendőrséggel, egyéb rendvédelmi szervekkel, tűzoltóságokkal, vámhivatallal, önkormányzatokkal, valamint óvodákkal, iskolákkal, erdészetekkel és mezőrséggel. 28-an vagyunk tagok, és idősvédelem, ügyeletet látunk el, járőrszolgálat, közlekedésbiztonság, rendőrséggel szoktunk közös szolgálatba kijárni, körzeti megbízottan nagyon jó a kapcsolatunk, önkormányzati felkéréseknek teszünk eleget, a kifizetéseket nálunk már az önkormányzat ott helyben oldja meg, tehát nem postán keresztül, és oda is szoktunk menni azt biztosítani, és katasztrófa sajnos tavaly évben a sok ezőzés miatt volt, és ott is voltunk. Segítkeztünk ott pakolni, segítkeztünk az épületeket menteni. Tűzoltósággal is dolgoztunk együtt, volt egy pár tűzeset, ahol együtt voltunk kint. És az élet minden olyan területén, ahol felkértek bennünket, mint polgárőröket. A polgárőr egyesületek zavartalan működéséhez elengedhetetlen, hogy olyan embereket engedjenek be maguk közé, akik már bizonyítottak. Az elvük az, hogy inkább kevesebb fővel végezzék a munkájukat, de azok tisztességes emberek legyenek, akik hatékonyan tudnak együtt működni velük. 25-30 az, ami általában törzstagnak lehet mondani. Hát jó lenne, ha valamivel többen lennénk, ugyanis nem lenne annyira leterhelve a polgárőr, mert minden este szolgálatban, ami azt jelenti, hogy egy hónapban kétszer, van akire meg háromszor párba jut a szolgálat. De próbáltuk már azt, hogy többen vagyunk, és nem jó az, hogyha olyan emberekkel bővül az ember, aki csak azt szereti, hogy a polgárőr szeretne lenni, de a munkát, feladatot nem látja el. Ez egy jó bejáratott csapat, 15 ember, aki majdnem 15 éve, van, aki 20 éve kezdetek óta polgárőr, ami
nagy előny a fiatalokkal. Tehát a környező településeken is vannak elszánt emberek, akik az életüket tették fel a közbiztonsági javítására, talán nem túlzás. Ezt a munkát a rendőrség is elismeri, hiszen egy-egy akciónál minél nagyobb a létszám, annál hatékonyabban tudnak fellépni. Rendkívül fontosnak tartom, ugyanis a rendőrség egyedül, önállóan nem képes betölteni azt a szerepet, amit szánnak neki, sem anyagi, sem humán erőforrásunk nem áll annyira rendelkezésre, amennyit szeretnénk, és feltétlenül fontosak azok a civil szerveződések, amelyek létrejönnek. A vagyonbiztonság, a közlekedésbiztonság, és úgy általában a közbiztonság terén. Nekem még személyes tapasztalataim nagyon kevéssé állnak rendelkezésre, hiszen mindösszesen egy hónapja vagyok itt, azonban a kollégáim elmondása alapján egy rendkívül jól szervezett, jól működő és stabil polgárőrséget tudhat magáénak a város. És kapitány úr véleményét osztja a ladányi lakosság, valamint a környező településeken élők is. Az eltelt évek alatt ugyanis bebizonyították, hogy értékes munkát végeznek a polgárőreink. Én a lakosság felé köszönetet mondok, mert nagyon jó a közvélemény rólunk, meg elég sok emberkével találkozunk, éjszaka idős emberekkel, és megköszönik, hogy járjuk a várost. Már meg ilyen késő sávokon a város, mondjuk lent a Bunagyon, a Forint utcán, emel itt a keleti sor még. Szóval ahol tényleg kint, ahol nem sokan jártak, még mink ott is bejárjuk, és megköszönik a munkánkot, úgyhogy ezt csak ennyit tudok mondani. A falu az pozitívan áll hozzá, sőt mondhatni, hogy egy kis dicsekvés, hogy a polgármesterünk is, Kis Tibor, ő is polgárőr, azon kívül a Bodó Sándor, ő is polgárőr, tiszteletbeli tagok, igaz, hogy Bodó Sándornak kevesebb az ideje most már, de ő is köztünk van, és viszi hírünket. Mikor még ő is ott volt Sándorban, maximálisan támogatott bennünket, úgy anyagilag, mint eszköz szempontjából. Most Kis Tibor, aki jelenlegi polgármester, ő is maximálisan támogat bennünket. Hál' Istennek úgy veszük észre, hogy az évek során eltöltött munka az számunkra gyümölcsöző volt, mert az ügyelet bevezetésével akkor volt az Országos Polgárőr Szövetségnek a tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek című programjót kaptunk, 10 riasztó készüléket is itt Bárándon, azt beszereltük, és ezzel is én szerintem a lakosság egyre jobban elfogadja a polgárőrséget, látnak bennünket, időseink által kint tudunk lenni piaci szolgálatokon is, éjszaka is, felhívó szórólapokat, illetve ellenőrző lapokat hagyunk, hogy voltunk. A falu megelégedés van, sőt, még talán túlságos sokat is kérnének, ami rendezvények biztosítása, lakodalmaknak a új biztosítása, hogy nincsenek otthon, tudják, hogy a közbiztonság elég. Aztán van 2 körzeti megbízottunk, akivel nagyon jó a kapcsolatunk. Segítenek a munkánkba is, ugyanúgy mi is, ami hogy mondjam, nagyon lényeges, a kapitánysággal jó kapcsolatunk van, nem csak a kapitánysággal, hanem a piarnagybajomérőshöz tartozunk. Az új szabályozás pedig megkönnyíti a polgárőrök munkáját, bár könnygázpalackon kívül semmilyen önvédelmi eszközt nem tartanak maguknál. A másik jelentős változás, hogy az elkövetővel folytatott dulakodás során a polgárőrnek nem kitérni és menekülni kell, hanem szembefordulhat a támadóval és megvédheti magát, azonban köteles az emberi méltóságot tiszteletben tartani, udvariasan viselkedni. Az új jogi szabályozás lehetővé teszi, hogy a polgárőrök részt vegyenek a közbiztonsági célból létrehozott úgynevezett térfigyelő kameráknak a működtetésében és hasznosításában. Ez azt jelenti, hogy a monitorok előtt nézhetik a közterületnek a tevékenységét. És amennyiben cselekményt vagy szabálysértést észlelnek, akkor azt a képcsont rögzítik, megfigyelik, hogy mi történik, és a rendőrséget értesítik. Nyilván ez az üzemeltetővel kötött együttműködési megállapodás, mondjuk Püspökladán, illetve Földes esetében, ahol működik térfigyelő rendszer, az önkormányzattal kell megbeszélni.
Kizárólag a polgárőr egyesületek tagjai és csak az igazolványuk birtokában végezhetnek polgárőr tevékenységet. Ezen túl országosan egységes formaruhát fognak viselni, és jól megkülönböztethető lesz a többi rendvédelmi szervezet egyenruhájától az ő ruhájuk. A tájékoztató végén a polgárőrök feltehették kérdéseiket kapitány úrnak az új törvénnyel kapcsolatban, majd biztosította őket a további együttműködésről. Nem egymással szemben vagyunk, mi egy szekéren ülünk, egy irányba megyünk, teljesen közösek a céljaink, és én hadd kívánjak önöknek jó erőt, jó egészséget, kitartást a közös munkánkhoz, és nagyon sok eredményt a közös szolgálatok ellátása során.